Na nézzük, akkor most nyomunk egy Adventure-t, ugye? Ja. Tessék? Ja, a Sonic Adventure 2 battle-ozunk most egyet. Jó. Jó. Na induljál, te állat! Ha már Shadow-t, az árnyékot nem tudta, árnyékosítót nem tudtad elindítani, akkor már egy kis kalandot nyomassál már. Ez az! Jó van. Ott a licenc. Sega! Sonic Team! What the hell is the Sonic? Kellene, ezt viszont emlék, ez a... Ez a Jontron. De nem is ez a Jontronban, amikor... Welcome to Sonic Team! We make games, I think! Ez a Jontron. Baszki, van mindig milyen hangot. Ja, én lehalkítottam a mixert. Azonnal nyomtam, azonnal benyomtam én is a mixert. Na ez mondjuk jó, megállítottad, bevigyorog a Shadow. Jó. Én ezt ugye egyszer már végigjátszottam. Aha, lát, azt a kurva, 245 óra, tehát van életed. Ki megcsinálta 2000 évben, az biztos. To be battle. Jó, like van egy kis slag. A két Chao mód nincsen, mivel kezdjünk. Hát nézzük sorjában, mik vannak. Tehát az Action Race Battle az első, ezek szerint. Mm-hmm. Jó, és akkor lehet váltogatni. Aha. Nézzük így a tényűvel. Metal Sonic. Aha. Lesz, ami lesz. Szóval, hogy vannak itt szintek, ahol látom. Kettes szint. És akkor gondolom, hogy 3-3 pályán megyünk. Mhm. Amy Rose is here! Jaj! De itt már jó. Jól hallottam, hogy úgy oldották itt meg ezt a Amy-nek a játékmenetét, hogy újra használták a izéket? A játékmeneti... Ezek szerint? Kicsit szaggat. Ennyi legyen a probléma. Ja. Legalább működik, most nézd. De legalább fel lehet készülni, mivel fér hátul. Szevasz! Na jó, maradjál, hát én alig tudom, mit kell csinálni. Igen, de még a snowboardos rész, ez tényleg necces. Akkor begyorsult egy kicsit. Túl sok minden nincs a képernyőn, akkor megy. Rámpánál ugra, nyomj egy alkobot, de akkor tudsz szalkozni. Jó, hát ha be tudja izélni, mert van egy kis késleltetés is. De legalább felvettem a 20-as gyűrűt. Á. Ó, most már bejött az ugrató, jó van. Tényleg jó kiszét is. Spira! Aha, megvan, jó. Ja igen, ilyenkor tudok, amikor van elég gyűrűd, akkor tudsz összezelni, elég gyűrűd, akkor tudsz összezelni. Támadást tud adni. Aha. Ébredjél már fő! Anyád! És konkrétan lespártáztalak a szakadékba. Ja. És ellenőrző ponttól indulsz. Jó van már! Hát mert seggedbe se vagyok, maradjál már! Jó. Na most szopadsz mi? Ja, érted, az Amy Fresh az... Nem tudok fölmenni a rámpára, hagyjál már, most beragadtam. Igen, ez az irányítást elveszi tőle 20 másodpercre. Kösz szépen. Alig ismerem a játékot, azt meg úgy szopadsz. Jó van, beragadtam. Na, végre egy új checkpoint. Mi ja, mert vártam? Ugye én elértem már időközben. Ó, van, úgy van, álljál meg, hülye! Ó,
Bakker, ez nem volt szent szándékkal most. Aha. De hogy így minden nincs mindes? Az van. Na toka, boltos volt rajtam a pajzs. De erre kell menni, várjál, tudok. Hol van? Annyira ikonikus tett ez az escape room city. Jó van már. Oda, azaz. Émi, de lassú vagy a labból. Ott van a cél! Azt a rohadt. Ja, és ez... És ez azt hiszem három menetes lesz. Igen, mert van még két pálya. Continue? Come on. Jaj, ez újraindította a pályát. Aha. Mi van? Na várjál, nem így akartam. Pedig nem az volt, hogy replay, hanem úgy continue. Jaj, random válaszpályát ilyenkor. Aha. Ja, ez csak ilyen nehézségpálya. Tehát a level 1 meg a level 2 az nem izé, hogy mennyit tolsz, hanem hogy milyen nehézségi szinten rendelkezik, nem? De várja, az a vicces egyébként, hogy ahogy látom, hogy a szintet kiválasztod, akkor random választ egy pályát belőle. Akkor mondom, hogy a pálya nehézséget lehet ott beállítani. Hármas szintű nehézség, kettes szintű nehézség, egyes szintű. Tehát akkor miért nem azt mondja, hogy easy, medium, hard? Itt még kell itt variálni. Metal Harbor az egyik kettőnc fán szó. Úgy van. Szárnyalni erre. Ráragadok a szalagkorlátra, ez mondjuk mi ez? Kösz! Az ugratás közbe! Te paraszt vagy! Azt sem tudom, mivel kell ilyen szuper támadást csinálni. Elvileg, ha elég gyűrűt összeszedsz, akkor a B-gombbal. A B-gombbal, jó. A jobb felső sarkot figyeld a terészednél. Oké. Mit csinálsz? Hát ott a bumper, te szerencsétlen. Annyi törője van, hogy kicsi ellenőrzők van. Azt a lakot, öcsém. Jaj, ezek repülőgépek miatt vannak most itt. Jó, visszaállt. De... Még kanyarodsz ilyen szarul? És ki se lehet védeni. Jó van. Most itt mi van? B-vel futás közben gurulni tudsz. Ja. Értem már. Jó. Oké. Nem volt meg a lendület. Megvan. Jó. De most... Baszki. És tudom, mi a kibaszott szar ebben? Hogy a gurulás és a spéci támulás ugyanazon a gombon van. Igen, ez mondjuk... Ez miért nem, miért kellett összeizéni? Kinek a hülye ötlete volt? Addig még én is felszaladok a izére. Gyűjte idejesz. Most ott jutok, hogy át tudtam klippelni az izéken. Nem törtem át. De most az van, hogy már mindjárt nyersz. Igen, fölmegyek a rakétához és már megvan. Jó, egy. Uh-huh. Nézzünk egy egyszerű pályát. Kérdés, hogyha így mondok egy nót, akkor hova dob vissza? Jó, hogy a pályaválasztóban. Jó, és itt is van... Aha, itt a Final Rush, a Final Chase... Aha, tehát itt a játék pályáin végig tudok venni ilyen izéket. Milyen opciók vannak?
Milyen opció? Mindegy, majd a következő nézzük meg a battle opciókat, hogy mik vannak. Oké, csak hát ott lehet részt. Ilyen izéket rakosgatni. Itt, hogyha mész a... Itt, hogyha csúszol ezzel, akkor B-vel tudsz googolni, akkor gyorsabb a tempó. Aha. Figyeld a szörnyet, amit... Figyeld, hogy merre dől egyébként, mert hogyha nagyon kidősz, akkor gond van. Igen. Hogy már tovább sem... Nekem ez nem megy. Mert ugye itt azért érsz, hogy milyen gombot kell nyomod, az a kameraszögtől is fog függeni. Persze. Következő szegmens. Nem mindig tartom nyomva, nekem az a tippem, hogy nem mindig tartom nyomva, amikor kanyarodok, és akkor nem fogok kizuhanni. Mindjárt beérek. Látom, bassz, hogy most jöttem ide. Ha leugrom, aztán főzárkózok rád. Kész. Na, ez ilyen, ilyen szegmen, ilyen koncepcióban ez a pálya, az kurva jó volt. Hm? De nem ezt le akartam nyomni, hülye gyerek! Nem akartam még egy menetet ki. Na így. Nézzük ezt a battle options-t. Auto handicap. Időkorlát. Na és akkor lehet, hogy három random meccs egyszerre. Na. De azt most így ne nyomjuk be. De most már tudjuk, hogy milyenek vannak. Oké. Okay. Nézzük itt még így. Nézzük egy Radical Highway-t, de várj, akkor váltsunk karaktert. Valamiért a menüben nagyon szaggat, mert játék előtt közben nem vézett. Igen, ez érdekes. Olyan sok poligon van a menüben, hogy ezt nem tudja feldolgozni a játék. Tehát lehet, hogy ez a kompatibilitás listán egy 4 csillagos. Most megöltél, és konkrétan most újra kell kezdenem a csúszást. Igen. Így van, le is estem, mert a hülye nem hogy a hídra este, hanem kiugrott a hídra. És van lightspeed-es, jó? Ne, chaos control a büdös francba. Tessék, kaptál egy kis előnyt. Pida! Tudsz izélni chaos control, vagy chaos lunge-t is dobni nekem. Chaos Spear. Ja, igen. Ez Pida. Mindig, amikor hallod, hogy Shadow megszólal, hogy your time is over, akkor mindig az a képességet vált. Most. Igen. Ha most meg tudsz dobni lunge-ban, mert az még a pálya túlsó végéről is elér. Nyomj egy B-t. Jó, tudom, várj egy picit. Most. Így. Kamd már föl azt a zét, zippert. Annyira most nem is vagy lemaradva. Hát jó, az egy dolog, de hát... Jó, ezt visszafele kell tolni. Merre? Nem, gurulni kell alatta. Nyomsz egy B-t és akkor átgurulsz alatta. Ja, spindeseltem. Jó, az mondjuk jó. Vedd már fel a gyűrűket, te szétsétlen! Speed up-ot nyomtam? Mert ez speed up, ez tök bőrös megesítőből. Én meg mit csinálok? Nem pálinkát, annyi biztos. De ne azért esse, Sonic! Hallod, nem is kellett nyomni B-t, úgy át tudtam gurulni rajta. Ez az kapaszkodj, a végre van kapaszkodás, ez tetszett. Mi?
gyorsult szakasz. Azért a játék a Radical Highway-nél még fogja a kezed. Ja. Ugorjál már föl! De mi? Megvárjalak? Várjál! Ez most miért ment följebb? Ja, így... így kellett volna. Ó, én hülye. Látszik, hogy te nem játszottál Sonic játékkal annyira hát gyakran. Hát egyáltalán, egy centit nem játszottam vele. Annyira jó, amikor kitalálsz ilyen mindenféle dolgot, hogy és akkor olyannak, ahogy játszunk, amivel kurvára nem nyomtam semmit. Lásd grid. Igen, jogos. Nekem is van ilyen. Time stop! De ő is meg tudja állítani az időt, jé? Igen, ami mondjuk kicsit érdekes, de ezt gondolom, hogy csak a multi miatt lett berakva, hogy a Chaos Control legyen. Jó! Ja. Lehessen mivel visszavágni. Úgy van, ne ugorjál fő, hülye! Fom már föl a... meg a Monkey Bart! Azé! Mi a fasz? Átklippeltem! Ja! Továbbjál, nem itt a játék megint én fogja a kezedet, ha leesel, akkor ne dögölj meg automatikusan. Úgy van, ne kapaszkodjál fő! Egy már, hát te szerencsétlen rabszolgatartó, hogy az Isten áldom, na végre. Playtime is over. De klippelj már! Úgy ja, van, benyomta igen, a speed-upot a hülye. Jó van, már kapcsolom már ki magad. Bazd meg. Oké. Okay. Meg is érdemelted, jó van. Nézd a sarombog. Nézd a sarombot egy gyökér. Hogy szoktad mondani. Úgy van, ne is ugorjál, jó van, kösz. Kurultam! Gurulni akartam, nem támadni. Ez mondom, rohadtul zavar, amikor nem szándékosan akarod megtámadni a másikat, hanem csak minden váltok az gurulni. Ja igen, amikor egyszerre jelenik meg a B indikátor, és akkor emiatt izé alakul át a dolgok. Ezt hogy? Jó, oké. Annyi sok kérdezősködni valom van. Ne ugorj le! Hülye! Hülye! Oj, ne láncsa! Ahogy oh, a rohagyás! Mi? Mi tart itt meg? Mi a fa? Valamiért repülök. Beakasztottalak? Nem á. Nem tudom miért, de valamiért repülök. Mi ez a time limit? A Sonic Wave. Ja, ez a te támadásod a Spear mellett. Jó van, már essé már le! Fú, bazd meg. Annyira nem tudja mondani, hogy most mikor vált át, meg ilyesmi. Ez mi volt? Nem tudom. Igen, ennek a játéknak eléggé kezdetleges a fizikája, azt mondom. Ez igen. Szerinted azt kérni, mert előrébb vagy. Hát te. Nem te. Te voltál előrébb! Miért jelentett engemet előrébb? De az indikátor mutatta, hogy pozícióilag, tök mindegy, hogy milyen sávban voltál, hogy izé magasságban vagy szélességben, az indikátornál te voltál elől, tök mindegy, hogy hol voltál, te nyertél. Nézzük egy másik játékot. Ez főleg akkor durva is izé biztosíték lecsapó. Amikor izét tolsz, amikor azokon a gyűrűkön futsz be, a loopokon. Na az ilyeneket lehet így kicseszni. Azért nyertél nem, így, mert loopban voltál. Nem, izé, Treasure Hunt részt nem játszunk, mert az, az rohadtul tökölős. Igen, mert mi a másik? Pedig meg kell keresni a mestes marag darabjai. Aha. Shooting Battle. Ja, nyilván a mekákkal lehet izé harcolni. Hát akkor... legyen már kánonszerű. Gondolom, hogy egymással lehet lövöldözni. Gondolom, B-be. Valak itt is, ez egy kis köpvája. Legyen arénaszerű. Vagy itt is izé van, hogy... Elvileg az van, az deck rész, ez micsoda?
Minisztage Deck Race, aha! Ó, ja, megint futni kell. Csak megállva. Do you think you can beat me? Do you think you can beat me? Ezt a sort újra használták egy az egyben a Sonic Riders. Do you think you can beat me? Automata célzó rendszer, tehát amit betalálsz, az... Visz. Egy jaj, most ott tartok, hogy hol lett itt. Ja! Egy kicsi ízét is összem. Köszi! Hopp! Hát ez darajsz filmes volt, ez a box kesztyű. Igen, tudsz ilyen golyót is lőni, hogy egyszerűbb legyen a dolgod. Jó van már! Mi a fasz talált elé? Ja, hogy ti vagytok ott hármadok rá! Ja, az visszafelé bumperel el! Értem. Ja igen, meg ugye vannak itt hárman is. Most már mindegy. És ennyi? Egy ilyen kis mini akadály pálya? Hát kösz szépen, hát ez nagyon ez az volt. Ez az egyik. Ja, várj, ez könnyű pálya volt a level 1-es szintből. Hát akkor azért volt ennyire rövid. Most akkor értem már. Deck Race. Pyramid Race is. Bad. Iron Gate. Talán biztos. Már egymás elleni harc lesz. Biztos! Do you think you can beat me? Igen, ez már az. És itt is vannak speckó képességek. B-t lenyomod, akkor tudsz ilyen speckó tagra. Aha, és akkor... Aha, mint a Star Wars 3-ban a Versus Fight. Aha. Csak egy még pont vannak ilyen environment killek. Kéne egy kis ilyet. Ez tiszta a rémám meg... volt! Hűd az a sparking! Ja, és meg is öltünk. Na, ez viszont tetteni fog. Na, ez jó, ez jó. Na, ez a játék most fog tetszeni. Treasure Hunt az meg pöcsülős, tehát azzal meg azért nem akarok most játszani, mert kurva sokat el lehet szöszmötölni a... Cosmic Wall. Ez futós lesz. Tobiért, de... Bristolnak ez a sor, hogy... Jó! Van pajzsom. Már megint. Megint kergethetek az őrületbe a kurva pajzsokkal. Ja, de ez olyan pajzs, hogy le lehet szedni, tehát hogy ezt kivéded, oh, viszont ja, nem sérül. Ó, igen, a turbina, persze! Jó, kösz, meg ne fel sem menjek a felső szintre. Mi az anyád? Jaj, ne basszik, most leugrottam! Ja, és ez instant győzelem? Nem áll. Még egy menet ebből? Replay. Jó, pedig continue lesz. Ja, most megismertük a pályát. Igen, meg... Meg akkor itt is van pajzs. Do you think you can beat me? Szókezdés. Ez szuper, olyan szuper Saiyan-es ezek az energia gömbök. Olyha. Anyád. Igen, ha talajon vagy és úgy lősz, akkor biztos, hogy tudsz egy spéci támadást kilőni. Igen. De ez például sokkal élvezhetőbb, mint hogyha simán versenyeznénk a... Mondjuk igen. Hidden Base. Nézzük egy egyszerűbbet. Hidden Base, az... Milyen lesz? Arénás vagy shooter? Vagy az futós? Mindegyik ilyen arénás, csak az első pálya van ilyen... Aha. Do you think you can beat me? Nem tudom, miért nem imádom ezt. Do you think you can beat me? Na most tudsz lőni így. Ah, persze a fal kivédte.
És ilyen, ja, innen távolról meg föl lehet szedni a gyűrűtőket. Aha. Olé! Jaj, ne, propeller! Mi? De nem már onnan, csak a lépcsőfokról már meghalsz. Mi? Azt se tudtam, várjál már, azt se tudtam, hogy kerültem oda. Ebben még egy, nem vágom, hogy a tökönbe kerültem oda. Ez mi volt? De jól láttam, hogy a boxkesztyűm csak kiszédített, de nem izé... Nem csinált sértést. Nem tudom, mert lehet, hogy mert időközben szedtem fölém egy gyűrűt is. Ja, és a gyűrű az ilyen pajzsnak számít. Mini pajzsnak. Hát egy gyűrűre tudsz életerőt tölteni, ha nagyon szorul a burok. Hogy is mondjam, armor ilyenkor ez esetben. Jó, van már, de ott valahol egy életerőt. Nekem ne befektezzét nekem, mert nem tudom, mit csinálok. Hogy ilyen életerőt tölteni, aztán azt lehet tölteni. Baszki, hát hát mennyit adtam rád, és akkor izé, na. Majdne. Azaz. Ez a, az a karodjá. Ebbe menni is fog. Kész. De ebbe belejössz, menni is fog egyébként. Ja, ja, ja. Hát ugye eljutsz az adventure-ig, szerintem hozzá fog szokni a szóval. Kicsit nem annyira fluid az irányítás, de érthető. De ki lehet találni, hogy mit hogyan kell csinálni. De tök bármilyen karakternél, de nem a mecha miatt, hanem mindegyik karakter egy kicsit ilyen szögletes az egész. Valamilyen más játékon nincs még? Azt tudom, hogy kettő van még, amit föl lehet oldani. Igen, ez meg akkor... Kart Race. Ó, ne. Autóverseny. Baszki, és tényleg bererakták. Hát nem volt elég a Sega Game Gear-nél a Mario Kart? Meg a Sonic Drift, mert ugye ez is kijött. Na végre rúzs is választható. Na most ővele megyek. Leszarom, hogy milyen stadban volt. És van három pálya, az Beginner Standard és Expert, tehát régi arcade játék séma. Az megvan az a Sonic Shorts, hogy vezeti a kartot a Sonic, és egyszer csak megkérdezi, hogy Why am I driving a car? And that's why Sonic Drift sucks! Kíváncsi lennék. Tényleg lehet itt baszki versenyezni. Ja. Kicsit... Ez mennyire választékos játék volt? Aha, kicsit... Van egy kis késleltetés a kanyarodásnál. Ja, és itt vannak a többiek is. Tehát Eggman, Shadow, Sonic, Knuckles, Sonic, Shadow, mindenki itt van. Tehát akiket ki lehet választani, az mindenki itt van. És ez jó, és szerintem ez így korrekt. Meg kérdés, van itt valami egyéb dolog, mint például... De elvileg van power, de elvileg van boost. Aha, egy tipikus gyűrű felszedésre te tudsz boostolni. Igen, csak most melyik gomb az? Aha, megtaláltam. Nekem a billentyűzet. Ja, persze, te billentyűzeten tolod. Mi a fasz, hogy kerültem én ki a pályából? Ez jó kérdés. Pedig teljesen szalakollárt van mindenhol. Ott voltatok a faszba, az úgy megvan? Aha, hát én még mindig negyedik vagyok. De végre ott a boost. Boost gyűrű kell, tehát ez... Tudom, de... Ez mondjuk egy kicsit durva, hogy nincs ilyen hajtóműcsík, amikor nyomod a boostot, viszont egy kicsit érződik, hogy felgyorsultál. Meg olyan, mintha egy-két helyen egy picit olyan, mint a sinen csúsznál, és alig tudsz kifordulni. Ja, és ez egyébként a story módban egy autós vezetős részként van beállítva, csak annyi, hogy ott tényleg az átalakított tornátot vezeti, rúzs meg a saját kocsiját. Aha. Ugye a Hero Story-ban utol kell jönnünk az elnököt, míg ugye rúzsnak meg a Dark Story-ban csak le kell nyomoznunk, hogy ezt hol jön. Most éppen, hogy le tudtam előzni Knuckles-t, és most éppen, hogy beérem Sonicot. Hát most... Jó, hát ti vittétek ezt a meccset, mert én kiestem a pályáról. Hát én nem fogom ezt vinni, hát baszki. Hát de engem egy szarrá versz. Most megint dobogósan vagyok, tehát... Éppen úgy csak beértem őket. Csontoktól. Jóval vedd fel a gyűrűket, te fasz. Hát ez ugye. Hát nincs a pályán, nincs gyűrűterembe. Egyszer elhoppoljátok előlem, baszhatom. Jaj, nem jön vissza, úristen. Körönként jön csak vissza, mert... Körönként jön vissza a gyűrű.
Tehát ha elhoppoljátok előlem, akkor abban, akkor mindig pont úgy lesz egy köröm, hogy kurvára nem tudja a kiteket kitörni a kicsába. De nem értem, hogy miért kell ekkora nagy sok gyűrűnek lenni. Hát 59 van, azt mégsem tudok izélni, boostolni. Mindegy, beértem. És nyertél is. És még nyertem. Mi a fasz? Megnézzük a másik két versenypályát? Nézzük meg! Kíváncsi vetett. Ez volt a beginner. Jó, mindegyik 3-3-3 gondolom úgy, nem? Vagy nem, hogy tehát egy pálya jelkép, tehát egy nehézség jelképez egy pályát. Aha. Igen. Azt hittem a Sonic Heroes első pályája szólal meg. Ne, az 2004-es. Igen, azért csodálkozom. Seaside Hill-t akkor még a jó világ nem is ismerte, tehát ugye akkor találták ki az első pályát. Van itt perfect start, mert most úgy lehagytam mindenkit. Nem hinném. Na jó, oké, okay, ez kezdődik. Van kocs. Ott hinném, mivel farolok, mert az... Szerintem a B-vel, mert azat tudsz fékezni. Eléggé furcsa, hogy a többi gombot nem használja ki. Az Y még például ott van. Meg ez is egy kicsit optikai csalódás, hogy oké, elkezdesz befordulni. Na kiestem. Na én így jártam az előbb. Ja nem, ha elengeded a gázt, akkor farol. Jól látom. Most egy pillanat. Ja várjál, lassítani. Ja lassítasz, és akkor elkezd egy farol. Pillanat. Most... Én visszafelé megyek? Na várj, visszafelé mentem! Hát de, a játék miért nem jelez, hogy wrong way? Az hol maradt, kedves készítők? De érted, én ugyanezzel szoktam be az első versenyen. Tehát visszatérve van egy kis optikai csalódás, hogy amikor nekimész valaminek és elkezdesz bepörögni, akkor az animáció után rögtön visszaáll abba a pozícióba, ahol a kamera van. Tehát látod, hogy bepörög? És akkor most azt gondolod, hogy jaj, most tolatni kell és izé, nem. És ez is be tud zavarni egyébként. Aha, ha elengedem a gázt és benyomok egy féket, akkor tudok driftelni. Mi? Szállj le a gázról, nyomd meg a féket és akkor fal. És tényleg, kicsit késleltetve van, de működik. Jó, mondjuk ezt is, hogy hogyan, mondjuk ezt is érdekesen adották meg, aki meg mondjuk a Data USA-hez van szokva. Jó, van már, ne csókold a szalagkorlátot, könyörköm. Mondom, a szaggatás miatt van egy kis pét az irányítás, a beadás és a animáció közt. Kanyar előtt kell elkezdeni. Hallom, most végig driftelünk, az az érzésem. Nem tudunk gyorsabban menni. Egy ideig így megy, aztán utána nyomjék. Most állt be a normális sebességre. Annyira beszaggatott, hogy benn vanadtunk a driftben. Geci! Azt a kurva! Most itt szarrá fog verni kész, minket. Kész, ledobta az X-iat, kész, most itt szétestem. De amúgy ennyire én... De amúgy jó egy játék. De egyébként ez, tényleg nem rossz, csak ez a... Jó, az emulációnak tudható be, de... Egyébként tényleg nagyon változatos, vannak benne vicces dolgok. Hogy egyébként a multiplayerre is ennyire törődés jutott annak idején, hogy akkor... Ja. Kedvenc karakterettel játszhatsz. Áú. A gép az... A gép az így... Mondjuk minket a betyárba. Farolj! Na itt lehet talán kiugratni. Igen, és a kanyarmutatón keresztül át lehetett klippen is, úgy lehetett kiesni. Igen, én így jártam az első pályán. Aha. Ja, amúgy van boost. Mindegy, a... PS2-es változattal lehet, vagy a, nem tudom, a PC-s vagy PS2-es változattal lehet, hogy könnyebb lesz a dolgom. Ott, hát a előbbinél a sok töltőképernyő lesz majd a zavaró,
másiknál meg hát ugye, nem tudom, a PC-s változat az mennyire izé bugos, vagy izé mennyire vicces lehet ott. Jó, értem, ha teljesen elengedik a gázt, és úgy, hogy ugyanan nyomsz rá, akkor azzal elég hatott, azzal elég a gázt. Csak engedd el, csak akkor teljesen engedd el, és majd utána nyomjál neki gázt, kanyarodás közben. Aha. Aha. Furcsa, de megoldható ezek szerint. Igen. Na, itt az ugratónál egy tökéletesen jó volt, hogy izé felugrottál, satófék, és akkor nem esel ki a pályáról. A gép az megvert minket megint, de közülünk megint te vagy előrébb. Ja. Ja, mondjuk ez már advanced pályad, és az expertet még kisebb próbált. Hát, az milyen lesz? Atya ég. Azt is tényleg úgy érzem magamat, mint hogyha a Modern Colonizer Martin Duo lenne itt. Ja, igen. Már csak annyit kéne, hogy tankozunk. Hogy várjál, van egy kurva jó ötletem. Vagy Captain Alex-et megnézni. Várjál, nézni. Captain Alex-et, vagy várjál, tudok jobbat a Bloodback, a Bad Black. Én azt egyszer megnéztem, csak aztán ott meg annyi volt a probléma, hogy nem kapcsoltam be a mikrofont. Aha. Na nézzük. Milyen az expert? Mekkora hátast fogunk dobni tőle? A képgalériához hasonló ilyen U-alakok lesznek, biztos, de nagyon sok. A körforgalom. Tuti biztos. Csak nem. Úgy szaggat, hogy éppen úgy tudok... Éppen jobbat rajtulunk. Éppen úgy tudok kanyarodni. Hol látod, volt ott izé szalakorlát nélküli zsákutca? Ó, basszus, ez gáz. Aha, oké, rendben. Ó, a kezdés, főnök. De úgy van, vegyétek el az összes csúlyt. Most még itt vagyunk a mezőnyel, most úgy tudjuk, hogy tenni is lehet. Jó, tehát hogy még itt vagyunk a tömegben, oké. Okay. Csak az éles kanyaroknál. Á, derékszögő kanyar, tudtam. Ura tudtam, derékszögő kanyar, Need for Speed szindróma, agyabent állat. Vagy grid, grid szindróma. Gridnél annyit nézd már el, hogy ott hivatalos pályákról beszélünk. De ott is megkérdőjeleznem egy-két embernek a logikáját. Jó, de ott nem ugrató után van a kanyar. Szevasero. Baszki. Hú, de jó ez a... Egy V alak mögött egy ilyen bazi nagy ugrató, és ki lehet hagyni. Mindegy, most én maradtam le teljesen. Oh, vedd fel a gyűrűket! Azt ugye vágod, hogy most egy izé Street Racer szindrómában vannak a többiek, mert ott hagyok 6 tonna gumiréteket az aszfalton, a többi meg simán beveszi a kanyar. Nem azért ez egy hűszét, de ezen a pályán versenyezve eszembe jutott az aljas kúszóbannak a... itt az Én időm című dala. A motocrossos. Egész héten húzom az igát, mert közben eszem meg a kaját, tele van a tököm. Most konkrétan úgy bebágolt az emuláció miatt a kocsim, hogy konkrétan végig tudok driftelni. Nem vicc. Én nekem meg... Legalábbis addig... Én esetben veszem be a kanyarokat, most józanodott ki. Vagy amíg nem nyomsz, de, vagy amíg nem használsz dashpadet, mert ugye annál akkor automatikusan drift üzemmódba kapcsol. Ne, kiestem! Kiugrattam a pályából, túl szűkre akartam menni a kanyar. Kurva isteni. Na most itt vagyok a seggedben. Látom is. Ahhoz képest, hogy expert, egész jól tartottuk magunkat a mezőnnyel. Na ennyit ideg tartott. De amúgy egész jól tartottuk magunkat a mezőnnyel így az elején. Pedig mi azt váltuk, hogy itt az első kanyarban ott hagynak minket itt a szar. Ja. Vagy a Szaharát.
Majdnem beestem a vízbe. Nem baj. A power boost persze neked van, meg ugye ilyenkor kapsz izét. Visszaáll grip üzemmódba. Igen. Jó van már, hát... Neked ez a beszólás lenne a névjegyed. Tehát hogyha majd lesz az évvégi márknál, akkor kéne egy olyat csinálni, hogy amikor külső gondolk azon a napok, akkor mindenkinek egy aranyköpés. Tehát nem tudom, márknál mi lesz. Mindenkinek lesz valami. Csárnál az Explorer Context-i bánban. Nálad a... Na jó van már, nálam meg az onnan nem mondott komolyan, hogy azt még megint. És ennek van egy olyan modern változata a PC-n, amiben ebben a minijátékban a izé helyett kocsik hely, vagy a go-kartok helyett izét vezetünk. BMW 3 GTR-t a Need for Speed Most Wanted-ből. Na jó van már. Igen. Hát akkor miért nem tudtam megoldani azokat a járgányokat, amiket a Transformedben, a Sega All-Starsban is használtak? Vagy a Sonic Racer Team Racingben? Hiszem az volt Team Racer? Az, ami az All-Starnak, a Transformednek a folytatása, úgymond. Szellemi örököse? Melyik? A Sonic and Sega All-Stars Racingre gondolsz? Hát volt egy Sega All-Star Racing, aztán volt egy Sega All-Star Racing Transformed, és utána igen, jött egy másik, a Team Racing. Team Sonic Racing az. Team Sonic Racing. Uh-huh. És nem veszi be a kanyart, hülye! Na basz, kérni kell. Legalább föltartottalak. Hát én meg belerundoltam a részben azért is. De hogy ahhoz képest, hogy szarrá ver minket a gép, ez egy több mókás játék volt. Ja. Végén ellen tudtuk nagyon tartani magunkat, de itt sem volt rossz. Igen. Most így rájöttünk, hogy kell driftelni. Na. Ennyi. Winner! Jó van. Akkor szerintem ezt le is zárhatjuk, és akkor most nézzük meg a Gems Collection-t akkor. Most még így a végére? Aha, oh, így bónuszként. És akkor mivel kezdjük? Mert ugye van Sonic R, meg Sonic the Fighters. Ez sorjába. Anyád, de hangos már megint. Ezért mondom, hogy én mindig leveszem a mixert. Külön minden emulációhoz le kell vegyem a hangerőt? Nekem nem kellett egyszer se. Mert én a Dolphint vettem le, nem az emuláció ablakot. Okay. Jó, azt mondja, Fighters, hogy a CD, az fő játékok közül, meg gingíresekkel gondolom nem lehet többen játszani. Azokat majd később kell feloldani, meg azt hiszem van egy nagyon furcsa feloldási metódus, de gyorsan meg lehet oldani. Azt hiszem a PS2-höz olvastam is. Addig a szex szerint a Fighters az, ami... Ja, az, igen, Fighters meg az Sonic R. Igen, Sonic CD-vel nem hiszem, hogy lehet játszani. Várj. Aha. Nézzük meg még egyszer az irányítást. Viszont a button layoutot, ami ki volt írva. Azt mondja... Aha, a bal ravasz a dobás, jobb ravasz a ütésrúgás, Z-vel lehet landolni meg hátra menni, az Y a pajzs, meg a B is pajzs, de az Y az pajzs per rúgás, A és X-el lehet ütni, rúgni. Oké. Okay. Illetve... A bal karra lehet előre meg ugrani, meg izéni. Jó, oké. Okay. Nagyjából megvagyom. Annyi majd a Sonic R-nél, hogy ott az izével nem fogunk tudni, hogy ott csak az első öt pályával fogunk tudni játszani. Tudom, az fel kell oldani az egész játékot, de hát az annyi baj legyen. Legalább, hogy tudunk vele játszani. The Super Sonic Racing. Úristen. Imádom. Amilyen kaotikus, olyan jó. Jó. Versus mode. Na, és akkor nézzük. Maradok tényleg az main.
leszek bark a mosómed, milyen nem... Jegesmedve, azt a hülye! De milyen érdekes, hogy hogy az a neve, hogy ugas. Anyás. Az azt a napörkát, basszus. Ezért megirigyelném. Mondjuk túl sok kombozási lehetőség nincsen itt. Ja. Meg hát a fal adja a másikat. Igen, de mondjuk ezek után nem is csodálkozom például, hogy a bizonyos A betű illető az így szopott rajta, mert túl sok kombináció nincsen, és a gép még így is be tud kapcsolni a Mach 2 turbóba, hogy az hihetetlen. Jó, mert te ezzel játszottál is? Dehogy játszottam, én csak néztem belőle videókat. Ott van a Smosh, nem tudom, vágod a Smosh TV. Igen, vágom valamennyire. Ilyennel, meg Anthonyval, és volt nekik egy Gamebang nevezetű játékcsatornájuk, és pont ezzel igen, játszottak. Abból láttam, tőlük láttam is egy videóban, mondjuk az pont a Smooth Moves-os videójuk volt. Igen, azt pont is láttad? Na, én is láttam. És kérlek szépen, ott is ment a vita, hogy hát, hogy hogy egy kutya, bark egy kutya. Nem, hát jegesmedve. Mit nyomta? Véletlenül megnyomtam a rematchet. Jó, új pálya. Új pálya. Négy. Return to character select. Azaz. Na nézzük, váltsunk másikra mondjuk. Egyébként. Espio. Tök, hogy Espio elvileg itt a Knuckles Chaotix mellett itt debütált először főszíriás játékban. Amúgy igen. Meg az is durva, hogy a képregény sorozatban ott van ugye Bang, vagy Fang, a bérgyilkos. Ja, meg a másik érdekesség, hogy elvileg itt Rosita Rascal néven fut Amy papíron. Igen, az a gonosz Amy. És egy kicsit érdekes történetszál fűződik ez az egész az Eloynál, mert ugye ott úgy van, hogy azt hiszem teljesen más volt, most nem tudom pontosan, hogy hogy megy, mert nekem még mindig kicsit ilyen zavaros az a része, hogy én vagyok most. De azért gondolom, hogy megváltoztatva, hogy ne legyen annyira zavaros a dolog, mert ugye Amy-ként debütált a Sonic CD-ben, azt most mégis Piet Rosie-ként van kőkültetve. És például ezért az évben teljesen másként van kezelve. Tehát az Archie képregényekben, mert ott kultúrtan Rosie az Amy meg Rosie az két külön ember. Igen. Mosoly. Knuckles? Fang the Sniper. Jó, ha a Best of-ot akarsz te ebből csinálni, nem az ott, hogy kiábrándultál már belőlük egy kicsit? Ez nem Best of lesz, hanem nyers gameplay. Ja, jó. Ez egy rendben, vágatlan nyers gameplay lesz. Rendben. Na, no, persze. Persze, hogy gyermekbarátiosították a lövését, hogy fadugókat lő. Parafadugókat. De a képregényben is azt hiszem így van. De az sem éres. Baszki, a képregényben, hát megölt valakit. Néztem végig, mert belástam magamat valamennyire az Archie képregényekbe, de nem voltam annyira benne. Elövöldözzél már össze-vissza, te! Kurva fecér. Ez ilyen netplay videónak tökéletes lenne. Ja. És ez tényleg ez a Visor témájú, na? Anyás. Az igen! Hogy megváltozott a kamera? De várjál már, nézek, konkrétan főküldté műholdnak. Igen, ezt mondom. Fight! Round 3. Fight! Round 3. Fight! Na ne rugdoss már! Rohadjál meg!
Mehet még egy, persze. És menjen még egy, és akkor utána menjünk rá az R-re, a Racer-re. Na most már legyek valaki meg... Ó, tényleg van Mirror Match is! Ha, ezzel zárjuk le a sorokat, hallod? Jó, van ezzel, Sonic ez Mirror. Ezzel a legjobb. Shadow Sonic, Sonic. Mirror Match. Dark Sonic. Kész. Megkapjuk hozzá azt az átvezetőt, amikor Eggman leklónult? Igen, megkapjuk az átvezetőt hozzá! Érte, tudtam, bazd meg, tudtam. És meg egymásra csodálkoznak, hogy mi? Ah, van itt egy keményebb ütés is. Na, így ez tökéletes, mert legalább egyenlő felek vagyunk. Anyát. No, azt hittem, hogy nem... Legalább pont azokat a Sonic játékokat próbáltatom ki veled multi szempontból, aminek a például a több játékos módja nagyon munkás. Igen. És akkor még az, és ebben az a jó egyébként, hogy legalább a sztoriból nem lát se... Még hogyha utána is nézted a sztorinak, meg tudsz róla, akkor még nem is sejted a izét, a feleségről milyen a játékmenet. Akkor ugye a Game Archive-on nem lőjük le a poén. Ha, ezzel páncéltörőt játszok. Ó, szép volt. Az igen! Kinőtterek! Csúcs! Ramsz! Faj! Figyelj, felküldjem hozzád a házkutatódat! Meghívom egy kávéra, mit szólsz? Végül is! Na jó, most már elég volt, mert most már a hármas win streaken van, hagyjuk már. Hát de legalább akkor tisztán nyertél, nem hoztam föl egyelőre. Na, de ez az kurva jó volt egyébként. Jó. De vélem, hogy most már saját bőröm is tapasztaltam, nem pedig a Smosh Gamebanget néztem meg újra. Ott meg olyan volt, hogy ugye különböző csapatok, meg ugye különböző ilyen rosták voltak, és az volt a vége, aki a legtöbbet veszített, az párban ilyen csókosszerűen, tudom, mint a Suzy és tekergőben, chili hotdogot kellett együtt enni. Na várjál, mert most kilépni nem egyszerű, ez újra kell indítsam az emulációt, mert a játék így az, hogy gondolt... Akkor nyisd újra a szerót. Igen, az egész dolfik kifajott lényegében. Fasza. Szerintem. Várjál. Igen. Igen, kiírta az hibát. Na, jön az... R. Igen, aval. Igen, avval lehet speciális nyomni, meg a B-vel lehet accelerate-elni, ezt mondjuk nem tudom. Minden bizonnyal csak is a sticket lehet nyomni. Speciális mozgás az mondjuk egyszerűen Eggman-nél van, mert ugye ő tud lőni, de az nyilván kell gyűrű. Meg, jó, várjál, nem! Ugye az avval lehet ugrani, vagy a B-vel? Nem, az avval lehet ugrani, és akkor például Knuckles tud siklani, Sonic tud duplát ugrani, és azt hiszem ennyi. Igen, ez rohadt egyszerű lesz. Azt hiszem, mit játszottam ki legelőször a Sonicért a Gems Collection-en keresztül? Én utána meg suriba fogtam magamat, azt végigjátszottam a Saturn emulátoron keresztül a játékot még egyszer, és az utolsó versenynél szoktam. Baszki, nekem a régi narancssárga eszvedmeges változatban volt meg. Plusz a 3D Blast mellett, amit ugye Flicky's Island névem reklámoztak. Tudod mi a vicces, hogy én ezzel meg voltam lepődve, hogy a... Hogy ez a játék, meg a hiszé kijött esztendekben. Nyomj valamit, hogy jó. Így. Oké. Jó. Hol lesz ez? Verseny, mert most az a Luffy is most nem érdeke. Battle mode nem érdekel. Ja. Négy karakter közül. Tales main. Knuckles. Legyen most Knuckles. Jó, és akkor ugye négy. És akkor csak az első négy pályát lehet feltolni. Jó, ez bőven elég lesz a netplayhez, nem? Jó, tehát elég. Most... Persze. Most annyi baj legyen. Hm. Ja, és így csak egymás ellen. Jó. Így van. Ready, set, go! És úgy tudom, nincs is beállítása, izé, a
versusnál, hogy plusz ellenfeleket hozzáadj, hanem csak egymás ellen tudjátok tolni. Fú, tényleg miféle propeller hangja van? Ez egy betúbozott motorcsónak. Igen. Tudom, ez hogy ilyen hangja van alapból az izében és a Sonic 2-ben, a Classic 21 játékban, de szerintem túlzottan föl van ez gyorsítva. Mondom, a motorcsónak cseszed. Hogy várjál, mondok jobbat, fülnyíró baszki. Igen. És kösz, hogy kilöktél, most teljesen átraestem. Jó van már, majd az elakadás fog engem föltartani. De legalább ezt a játékot ismered. Igen. Igaz, nekem a gyermekkoromban nagyon kimaradt ez a úgymond betétdal. Mert ott egyszer sem csak a hangeffektek szólaltak meg, és zene egyáltalán nem volt. Jaj, várjál már, nálam a Tom & Jerry Christoph Curry-nál volt egy olyan, azt nem tudom, meséltem-e, de ha beraktam a lemezt, ugye nekem, én törteszt kaptam meg a játékot, törteszt tettem le anyával valahogyan. És ott egy olyan érdekes bugot használtam ki, hogy az valami őrület, mert kérem alásson, az van, hogy elindult a játék, alapból ugye nem volt zene, viszont amikor betettem egy zenei lemezt, tehát... Várjál, véletlenül rosszat akartam, neked akartam kiválasztani, jelenti azt. Tehát... Amikor beraktam valamelyik zenei lemezt, amin azt hiszem annyi dal volt, mint amennyi a játékban normál esetben lenne, akkor a zene... akkor azokat a zenéket játszotta be a játék. Tehát beraktam egy zenei válogatást az egyik lemezünkből. Mert igen, akkor még a laptopban lemezolvasó volt, anyám laptopján volt az meg. És beraktam egy zenei válogatást, belépek a menübe és mi kezd el üvölteni? Első hát a, körben hát az, amit benyomtál. Tehát a lehetsz király. Tehát ott egy automatikus játékos automatikusan azt választja ki, hogy automatikusan a lehetsz király szólal meg első körben. De jó vazeg! És minden, utána minden alkalommal, ha befejeztem egy bajnokságot, ugye akkor más menőzene szól, amikor visszalépsz a főmenőben minden alkalommal, és akkor ott tudod mi szól. A másik remix a Szerelmes lennék beléd nagyon drága című dalnak. Neee. Na és abból három remix készült. Nem tudom mi a faszért. Bár mondjuk még mindig azt hallgatom le, mint a Despacito-t, mert ne haragudj. Hát mondjuk, igen. Na jó van, most már. Tettek róla, a Living in the City az egyik kedvenc dolog a játékban. Ez meg a Work It Out. Igen. Oh, Booster! Jaj, te teljesen más szakaszon jött. Igen, hát ez a játéknak a durvasága egyébként. Na no! Jó, ez azért... Áj, túl széles, vissza! Tudom, hogy visszafele menjek bolondomba. Tessék. Hát ott át és kellett, a... ott a booster át kellett volna menni, és simán nyerhettél volna. Hát nekem volt 120 gyűrűm, és most ki tudtam használni. Ez kicsit geci volt, de muszáj volt. Igen. De legalább szóval a mostani játékosok, akik még nem tudják, mi az a Sonic R, hogy láthassák, hogy hány fele szerte ágazódik a pálya. Uh-huh. És igen, a izé,
az majdnem ugyanolyan, mint amilyen a Lali által bemutatott flugos futamjátékban volt, hogy ott a bajnokságon nem csak, hogy mi, ha mindent ki akar, minden karaktert fel akarsz oldani, akkor elsőnek be kell menned, mert mindenféle tokeneket kell összegyűjteni, hogy a titkos bosszokat feloldjad. Ez az. Ami a harmadik pályánál nagyon gecis. Ez ugye, amikor Gizengust kell feloldanod. Igen, de itt ennél a pályánál is nagyon durva, mondjuk például a Regal Rune-nál nagyon el vannak rejtve a dolgok, és hát szögletesen, tehát tényleg meg kell állnod, felugrani, miközben megy a tempó, az idő. Bár mondjuk itt még mindig jobban vannak ezek elszórva, mint a izében, mert így is vissza tudod hozni. Tehát, hogy az elején azzal szarakodsz, hogy összeszeded az összeset, akkor nem kell később. Ja, de várjál, nem is beszélve az időjárásokról, itt random időjárások vannak, ugye eső, ködös, éjszaka, nappal, de várjál, ha kifogod egyszer a telet, akkor ugye a víz befagyik, és akkor nem tudsz a vízbe beesni, és akkor nem lassulsz le. Jaj, a Saturnos változatban ilyen nem volt. A PC-sben viszont volt. Van, meg itt is van. Basszus, a Saturnos az... nagyon kimaradt így ebből a szempontból. Ott mi volt a technológiai baki? Túl sokat ittak. Pedig amúgy 3D-s próbálkozás amúgy nagyon ígéretes a Sonic-er szerintem. Jaj, a Back in Time, ez is egy ilyen olyan dal, ami már időszerű lenne kukodva visszautazni a 90-es években optimiként élni. Á, ezt te fogod vinni. Ezt nagyon rég játszottam ezzel a pályával, és ezt mindenféleképpen gyűlölöm. Hát igen, mert annyira szerte ágazik az egész. És mondom, a titkos feltárásnál vért fogsz húgyozni. Régen is nagyon sokat szenvedtem. Hát itt aztán nem tud meg mennyi szívszírtetem a Saturnos változatnál már eleve. Azt hiszi, hogy visszafelé futsz. Gondoltam a szépszíteket Saturnra, de még úgyis újra kellett indítani a pár szóra, most kitaláljam, hogy a paszt csinálja. Tehát ugye úgy megcsináltam, hogy a titokeresést úgy megcsináltam, hogy először földerítettem, hogy mihol van. Aztán úgy. A izére meg a témára visszatérve, Szerelmes lennék belé nagyon drága című dalra. Ugye abból van egy eredeti változat, ezek szerint meg van két remix változat, abból az egyik ez a Szerelmes lennék. Valahogy így indul. Végeztünk, ezzel megmutatom. Jó. Reactive Factory. Ez az utcsó pálya. Ez is nagyon érdekes egyébként. Mondjuk ebből hogy született, mondjuk pont ezzel a játékkal hogy született meg az a Tales Dog Creepy Pasta, őszintén szóval nekem nagyon furcsa az a sztori, amit összeraktak hozzá. Hát jó. Jaj, ne, a lehető legrosszabb rövidítést fogtam ki. Mites fogad. De ez egy hosszabbító lényegében. Ja, el is basztam. Most hová estem? De itt legalább jó pillanat, hogy ebben szólal meg a Workout Out. Most hova estem? Úristen, most hova estem? Nem tudom visszakorrigálni. Ide. Megvártalak, most mondtam, hogy akkor... Ne, ha ezért veszítesz, míg ne te elszarakodsz, az úgy egy kicsit köcsög lenne. Én imádom ezt a dalt. Megint visszaestem, picsáma. Hát ki tudsz menni, hála Istennek, hogy most már tudod, merre mész. Ja. Ráadásul egyébként a pálya jelentős részét levágod ezzel. Igen, túlságosan is.
A pattogó animáció néha zavaró tud lenni futam közben. Na, az gyönyörű lesz így az utolsó körre. Miért megyik el mindig erre a rövidítőre? Most átjöttél? Ja, most sikerült. Jó. Levágtam. Ó, befejfej mellett volt. Igen. Igen, 50 gyűrű kell ahhoz, hogy a maximális sebességet kihasználd a boost padból. Hát az neked bőven megvolt, hogy 10-szer basszus. Ja. Mondjuk elektromos pajzsa nem egy, hogy elektromágneses pajzsa nem minden. Ez az. Amennyi baszakodtam az elején, hogy gyorsan vissza tudtam magamat hozni. Nem tudom. Mondjuk levártalak. Most lehettem volna kicsik is nem várlak benne, akkor én hiszem. Igen. Egy akkor felhoztad döntetlenre a végét, a tisztességesre. Ja. És szerintem ez egy jó lezárás egyébként. Ja. Ez volt van a... Van még egy ilyen... Hát van még egy ilyen izé... Ilyen... Meg megnézhetjük a Luffy-sat. Kíváncsi vagyok, hogy ez mi a szar akar lenni, mert... Ez az, hogy a pályán randomizálva vannak elrejtve a Luffy-k, és azokat kell összegyűjteni, és, az, és lehetett látni, az a lényeg, hogy ha valaki előbb gyűjti be az ötöt, akkor vége. Jó, akkor ilyet kifettelünk, menjünk még egyet, mondjuk és azt hiszem, itt most vagy az van, hogy van visszaszámlálás időben, vagy itt meg konkrétan free roaming van. Free roam van szerintem. Mennyi már! És ez tényleg ilyen izé... Jó, de baszki, nem tud megfordulni az Istenbe. Itt volt a startnál, mert rögtön egy csak szólok. Jó, sárgával? Igen. Itt minden színű van, tehát nem a kék Luffy a lényeg. Bármilyen színű Luffy. Csak itt a kékkel... Csak megyen nézve, mert semmit nem találtam még itt. Na, megvan a második. Jó, van ám. Ezek így vannak elrejtve. Ez nyilván ez arra akart asszociálni, hogy próbáld meg megismerni a pályát, miközben gyűjtöd össze a titkos dolgokat. Itt csak az a baj, hogy ugyanez, itt... Ugyanez volt a célja izének is. Sehonnan nem tudsz kiugrani. Tehát ahol alapszalagkorlát van, ott nem tudsz már izélni. Tehát ott végig kell menned a pályán, és akkor tenned kell egy hosszú nagy kört, hogy vissza tudjál jönni. Ott van egy. Na. Látom, visszafele tudok menni a csinál. Van a pályán? Vagy én vagyok itt a hülye ezzel kapcsolatban? Ezt nem tudom, hogy csináltam, de mindegy. A rakéta! Vagy mi ez? Lift? Ne, ott volt baszkja izé. Ja, ott volt a lila, ott vettem fel az alján. Hülye. Oké. Okay. Ott elmentél egyébként egy másik menet, azt ide láttam. Kész. Amikor bementél a vidbe, ott elmentél. Na megvan, megvan a következő, nem baj. Csak jöjjek ki a vízből, az ki nem tud kanyarodni rendesen ez a barom. Ez az meg ugye pattog az irányítás, az a másik. Több mint 10 olyan szorva a pályán? Hogy összesen 50 elszorva a pályán, és többet gyűjt, az győz. Nekik ez nagyon ilyen szagonak tűnik egész. Mert ha ez így van, akkor te nyertél. Lehet. Lehet, hogy tényleg csak 5 Luffy van elhelyezve, és aki előbb ki tud egyenlíteni, az nyert. Még itt a bezárt ajtóba se volt, ez milyen má? Hát pedig ez a lényege, hogy a titok feltárása lényeges. Nem, köszöntem egy izét, köszöntem itt egy Luffy, de ja, 2-3 de az mondjuk fura volt, hogy nekem is ki kellett nyitnom. Csak nem téged kell meg, csak nem téged kell megtámadni, az is lehet. Nem is tudjuk megtámadni egymást, csak az Eggman tud támadni. Jó, megtaláltam a kövit.
Ott, ahol mindig is beszoktam esni. Ott! Kis... Meg kell mondjam neked, nincs ennél jobb esti, nincs ennél jobb esti szórakozás. Yellow Submarine-t meg se néztem, de itt sincs, szóval teljesen mindegy. Jaj, tényleg a sárga... Jaj, ne! Ne, ne így törd össze, amikor te énekelni kezdted a sárga tenger alatt járót. Nem, itt nincs. De ezt a pályát végig tolni Mecha Knuckles ellen, hát, vagy Metal Knuckles ellen... Ó, ne is mondd! Ú, bazd meg, hát én az mennyit sírtam. Érted? Össze kell gyűjteni a tokeneket, és be kell érni elsőre, és akkor utána megpróbálkozni Metal Knuckles ellen harcolni. Hát bazd meg! Ó, oh, hát én ott azt hittem izét fogok kugyozni vért. Hol van az a... Már maradék kettő, hol a... Na bevá. Ez most mi? Találtam kettőt, az egyik a izénél volt, azt hiszem. Ja, te már összegyűjtötted mind az ötöt? Hogy? Igen, meg az egyik ott volt bent a kamerában. Ja, meg csak úgy szeretnék szólni, hogy neked lett volna már négy lufiban még tudtad volna nyújtani a menetet, mert ugye az egyik menet elsétáltál. Hát ezt nem is láttam, pedig a perifériám az kurva jó, és hát hogy nem szúrtam ki, hogy beleolvadt a környezetébe. Na mindegy, szerinted mi lenne? Ez a Five Balloons mini játék, tehát ez a lényeg. Ez a lényeg. Ez jó, nem? Ez jó szerintem. Nagyon sokan elhordták fűnek felnek ezt a játékot, pedig imádtam. Valakit a zene riasztott el, valakit meg a nagyon furcsa irányítás, de nekem ez meg kurva jó esett. Mert itt túl nehéz, azt meg nem fogadom el. Igen, nehéz, de kihívással teli. Na, szóval akkor gyerekek, ez volt egyrészt a Sonic Adventure 2 Battle, illetve a Sonic Gems Collection-ön belül a Sonic R, Sonic Racing, meg a Sonic... mi volt a másik? Mi volt a... Sonic Fighter. Igen, Sonic the Fighters. Sonic the Fighters. Na, mindenbe belenéztünk, és akkor majd folytatódnak a nyers gameplayek, úgyhogy majd meglátjuk, hogyan tovább. Ennyi voltunk mára, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Hello!